Komoly döntés előtt állnak a nagycsoportos óvodások, de főleg szüleik. Sokan szeptemberben kezdik meg tanulmányaikat az általános iskolákban. Mindenki igyekszik a megfelelő intézményt kiválasztani a gyermekének. A győri Gárdonyi Géza általános iskolában nyílt napot tartottak a szülőknek, akik az igazgatótól kaphattak választ felmerülő kérdéseikre. Nagyon fontos, hogy ebben az időszakban a szülők lehetőleg minél több információt összegyűjtsenek az iskolákról. Ezért tartjuk tájékoztatónkat ebben a formában. Idén sajnos nyitott kapukat nem tudunk tartani, a gyerekekkel nem tudják meglátogatni az iskolákat. Ez a tájékoztató, ez nyilvánvalóan a szülőknek szól. Nagyon fontos, hogy minden olyan információt összegyűjtsenek, ami alapján aztán majd a gyermeküket elindítják tulajdonképpen a köznevelés második fokozatában, az alapfokú iskolák világába. Az iskola tavaly ünnepelte 100. születésnapját. Gecsei Kolos úgy fogalmazott, továbbra is az alapítóatyák 1921-ben megfogalmazott gondolatai mentén működtetik az intézményt. A hazáját szerető, a munkát megbecsülő és az embertársai tisztelni tudó ifjúságot igyekeznek nevelni. Mind a mai napig ez az alap. És aztán erre jönnek rá azok az értékek, nyilván a tudás, a tehetség tisztelete és gondozása, a személyiségfejlesztés, az önismeretnek a fontossága, az egészséges és biztonságos környezetnek a megteremtése, ami aztán további feltételeket, alapokat jelent a közös munkálkodáshoz. Az intézményvezető elmondta, nincs konkrétan meghatározva, hány gyermeket vehetnek fel az iskolába. Mindig a fenntartóval folytatott egyeztetés után tudják megállapítani ezt a számot. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján idén is 3-4 elsős osztály indulhat majd a Gárdonyiban. A Gárdonyi körzetes iskola, tehát a körzetünkben élő kisgyerekeket el kell, hogy lássuk, ez a legfontosabb feladatunk. Esetlegesen szabad férőhelyek függvényében természetesen tudunk felvenni jelentkezőket. A jelentkezés az április 21-22-én történik, ekkor van a beiratkozási időszak. Gecsei Kolos hozzátette, úgy látja, a szülők ismerik és szeretik is a Gárdonyit. Az iskola népszerű, ezért bízik benne, hogy idén is sokan jelentkeznek majd az intézménybe.